Sziasztok, Neo vagyok, és a mai Androgig részben egy alkalmazást fogok bemutatni, ami tulajdonképpen egy bővített zenelejátszó. Ez a MuseyX Match nevű alkalmazás, amit meg is nyitok nektek, és ez az alkalmazás arra szolgál, hogy rákeres a zenetáradban lévő zenékre, kiválaszt belőlük mondjuk egyet, és annak a zeneszövegét tud olvasni, miközben hallgatod a zenét. Illetve ki van bővítve még egy extra funkcióval, hogy megtalálhatod a zenét a hangzása alapján, tehát hozzátartod a rádióhoz, ő pedig megkeresi és feltölti a szerverre. Nyilván ehhez szükségetek van internet kapcsolatra, különben nem találja meg. A zeneszövegeknek egy jelentős részét is internetről szedi le. Ugyan tudja catchelni őket, tehát egyes zeneszövegeket megtart, de alapvetően internethez kötött a dolog. Nézzünk is erre egy példát, hogyan működik ez a szöveges cucc. Tehát itt van ez a szám Share-től, és most el fogom indítani nektek, figyeljétek! Want a miracle? You'll never change for no one. Ebből a kis bemutatóból láthattátok, hogy amint elindítottam a zenelejátszást, az folyamatosan követte a szöveg. Tehát ez a lejátszó kiválóan alkalmas arra, hogy karaoke esteket szervezzünk, vagy önmagunkban énekeljünk, dúdoljunk számokat, és esetlegesen megtanuljuk ütemre őket. Úgy elénekelni, ahogy az énekesen énekli. Persze a hangunk az attól nem lesz ugyanolyan, ezt nyilván nem kell senkinek elmondanom, de alapvetően szerintem ez egy hasznos funkció, hiszen ki ne szeretne magába énekelni otthon, vagy a fürdőben, vagy ilyesmi. Egyébként maga a zenelejátszó is rendkívül szép. Itt láthattok trackeket az adott előadótól, ez mindegyik előadónál más, illetve be lehet követni Twitteren az adott előadót. Itt meg lehet nézni a legjobb számait, szóval én abszolút egy korrekt lejátszónak tartom. Itt meg lehet osztani az előadót, meg a számait, meg azt, hogy éppen mit hallgatsz, illetve lehet szinkronizálni a zeneszövegét. Lehet visszajelzést adni a fejlesztőknek, ami érdemes is, hiszen az alkalmazás sűrűn ki szokott fagyni. Nem annyira zavaróan sűrűn, de azért előfordul. Nagyjából ennyi, amit még érdemes bemutatni, hogy nem csak albumok, műfajok és előadók szerint lehet keresni, hanem van benne mappa lehetőség is. Tehát, hogyha az eszközödön mappába rendezed a zenéket, könnyebben meg tudod találni itt. Lehet ugyanúgy playlisteket hozzáadni, illetve a van azt is megtalálja, tehát a korábban a zenelejátszóban létrehozott playlisteket is egész jól megtalálja és lejátszhatóvá teszi. A keresés is rendkívül egyszerű ebben az esetben, sajnos én most nem tudom demonstrálni, mert pont ott van a rögzítőgomb, de megpróbálom. Tehát itt lehet keresni, itt ki is adja a számokat az előadónál, hamar megtalálod azt, amit keresel. Szerintem erre mindenképpen érdemes rászánni az időt. Nekem egy elég kedvelt zenelejátszóm lett. Remélem nektek is tetszeni fog majd, és köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!